Életének 86. évében hosszú betegség után halt meg a Nobel-díjas magyar író Kertész Imre. Így szólt ma reggel a szomorú, rövid, tárgyalagos hír. Ungvári Tamás a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét, ez a csokolom. Ugye arra gondoltam az első pillanatban, amikor én meghallottam, hogy Istenem, hát hiszen ő már egyszer túlélte a saját halálát. És délután, amikor hallottam, hogy ön nyilatkozott a Klubrádiónak, megkérdezték Kertész Imrével kapcsolatban, és ugyanezt a mondatot hallottam öntől is. Tehát, hogy ezek szerint önnek is ez jutott eszébe, hogy volt egy író, akit az egyik legjelentősebb, legismertebb műve alapján mi úgy azonosítottunk, hogy Istenem, hát hiszen ő már egyszer meghalt, de túlélte. Ez nagyon érdekes, persze mi gondolom azonosan gondolkodunk. Kertész Imre és a többi holokauszt túlélő az egyszer valóban meghalt. Ebben nagy nemzetközi vita volt, hogy kik az igazi holokauszt áldozatok, és kiderült, hogy a túlélők az igazi áldozatok, mert a halottaknak amúgy is igazuk van, megtették a dolgukat azáltal, hogy meghaltak, és egyszer haltak meg. A holokauszt túlélők, és itt nagyon nagy írók vannak közöttük, azok kétszer, háromszor, négyszer haltak meg, mert a képekkel folyton viaskodtak, a lét értelmével viaskodtak. Miért élünk mi, ha a többiek meghaltak? 6 millió ember halt meg, és ez egy olyan rettetes szám, főként azoknak rettetes, akik mindezt látták. És Köves Gyuri, Kertész Imre ezen végigment ezen az egészen. Méghozzá úgy ment végig, mint egy nagyon naív, álmodozó kisgyerek. A sorstalanság és a többi műnek a legcsodálatosabb része az, amikor ő visszamosolyog a csendőrre, aki elviszi, mert bizalma van a fiatal gyereknek. Ahogy eszébe jut az, hogy ma mulasztott az iskolában. Tehát ez hétköznapi, normális gyerek egyszerre csak ott talál magát, Auschwitz, utána a Buchenwaldban, és haza kell jönnie, meg kell tapasztalnia, hogy ezek elmúltak, ezek nem múltak el, ezek meghaltak, ezek nem haltak meg, és nem sokára a kommunizmus kellős közepén találja magát, és Kertész Imre mondta ki azt, hogy a diktatúráknak nagy érdekük, hogy egymás szennyesét eltitkolják. És ez is történt, mert a 49 után arról, hogy ez megtörtént, nagyon kevés szó esett, és mindig csak az volt, hogy a fasiszták, antifasiszták, az a szó, hogy zsidó, azt nem is ejtették ki. Tehát ő megszenvedte többszörösen a túlélést, és a ő művei a túlélésről szólnak. Én arra már nem emlékszem, hogy olvastam-e arra magyarázatot, pontosabban megkérdezte Kertész Imrétől valaki, pedig valószínű igen, hogy miért íródott a sorstalanság 13 éven keresztül. Tehát nem tudom, hogy válaszolt erre, lehet, hogy ön tudja, hogy emlékszik rá, de most ahogy hallgattam önt, arra gondoltam, hogy talán ezért, hogy ez a fajta vívódás, sorstalanság az, amit az ember nem tud úgy feldolgozni, és valószínű megírni se, hogy hát akkor most leülök, és én ezt megírom, amit átéltem. Nézd, a szomorú dolgok a következők. Sokan kísérleteztek Auschwitz-Birkenau, vagy Auschwitz-Buchenwald megírásával, és Heller Ágnest idézem, nagyon kevés embernek sikerült. És a szomorú dolog azt tudja, hogy akinek sikerült, méghozzá nagyon, tehát Tadeusz Borowski nevű lengyel írónak, aki 28 éves korában lett öngyilkos, vagy Paul Celan bukovinai nagy költőnek, aki német költő lett, és Párizsban élt, és Párizsban lett öngyilkos. Vagy Primo Levinek, aki Torinóban lett öngyilkos. A holokauszt nagy írói, akik megpróbálták ezt összefogni, azok saját kezükkel vetettek véget az életüknek. A Kertész Imre csodája az volt, hogy ő legnagyobb példaképe az a Jean Améry, osztrák származású belga ellenálló volt, aki összeveszett a lelkében a saját hazával, ahonnan elvitték, és koncentrációs táborba zárták, megkínozták, mint ellenállót, aztán derült ki, hogy zsidó, és a Jean Améry 25 évig nem ment vissza Ausztriába, amikor Ausztria földjére tette a lábát, másnap öngyilkos lett. Tehát ez az élmény, ez végül is az élet önkéntes megszakítására vezette a többséget. Primo Levi ledobta magát 70-es korával a lépcsőházban, szintén Auschwitz túlélő. Ezek írták meg, és ezek nem bírták elviselni a saját életüket. Kertész Imre egyik csodája az,
hogy megírta, és tovább élt, és hála Istennek úgy élt tovább, hogy megszerezte a magyar irodalom első és egyetlen Nobel-díját, hogy 28 nyelvre lefordítják a könyveit, hogy ő, mint előadó bejárhatta az egész világot, és a maga nagyon elegáns németjével meggyőzte az embereket arról, hogy amit ő mond, az igaz. Elmondhatatlan és csodálatos ember volt. Most meg az jutott eszembe, hogy aki ilyen szörnyűséget átél, abban nem pont az élni akarás erősödik meg most, hogy ahogy az öngyilkosságokat sorolta fel. Tehát, hogy az ember logikusan egyből arra gondolna, hogyha már egyszer ezt valaki túlélte, akkor annak olyan élni akarása, olyan akaratereje van, ami soha nem fordulhat a visszájára. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mond, de a paradoxont meg kell érteni. Kertész Imre egész életműve arról szól, hogy ő a feledés ellen tiltakozott. Hát képzelj el, hazajön a fiatalember, és az ő élményéről nem is lehetett beszélni. Senki nem beszélt róla. Tehát az ő drámája nem csak az volt, hogy élni és élni akarás, hanem az volt a dráma, hogy hát megtörtént a világ legnagyobb botránya. Az erkölcs leépülése, az európai kultúra, legalábbis remélem ideiglenes halála, és akkor ezzel neki, mintha egyedül kellett volna megküzdeni, és az ő lelkiéreje az, hogy kivárta azt a pillanatot, amikor ezt elismerték, hogy mondjuk a német kancellár elmegy Varsóba letérdel, és bocsátot kér a holokausztért, amikor egyre lehetetlenebb lett, mondjuk kivéve Magyarországot, a holokauszt tagadás, mert ott hatalmas éveket adnak érte, nem úgy, mint nálunk, egy kis pénzbüntetéssel megúsz egy valamilyen... Vagy ha erre nem volt fogékony a tömeg, akkor még az sem. Hát nem tudjuk, hogy mire volt fogékony. Tehát hogy most konkrét bírósági döntésekre utaltam, tehát hogyha holokauszt tagadás vagy uszítás olyan közegben történik, ahol nem fogékony láthatóan erre a tömeg, tehát hogy nem rohan ki az utcára ölni, akkor nem valósult meg az uszítás, de ez most csak egy mellékszál, szomorú mellékszál. Szóval, tehát az élni akarás, az a túlélés az a legnagyobb drámák egyik, hát onnan kezdtük el a beszélgetésünket, hogy ő már egyszer meghalt. És a következő halálig neki az emlékeztetés volt a funkció, ezért nem halt meg. Tehát akik Olaszországban öngyilkosok lettek azért, mert a túlélést nem bírták elviselni, azon az a feladatuk, hogy emlékeztessenek folyton, nem volt olyan éles, mint a magyar származású és magyar ember Kertész Imrének. Magyar zsidónak van egy feladata, ez az emlékeztetés. Hogy vagy mi miatt volt az, hogy ez a könyv ez előbb lett Nobel-díjas, illetve előbb lett Kertész Imre ezzel a regénnyel Nobel-díjas, mint hogy Magyarországon sikere lett volna, igazi sikere a sorstalanságnak. Hát talán nem emlékszik rá, hadd emlékeztessem, hogy abban a pillanatban, amikor a Nobel-díjat megkapta, akkor elkezdték Imre kertészként emlékezni. Hát, hogy nem emlékeznék rá, persze. Hát maga nagyon fiatal. Na jó. De azért már öntudatomban voltam. Imre kertészként emlékezni. Neki mentek mindenfajta oldalakról, a jobb oldal nem volt hajlandó elismerni. És ne felejts el, hogy a provokáció máig tart. Hát megpróbálták megépíteni a sorstalanság írójával szemben a sorsok házát. Hát ez szimpla provokáció. Hát amikor elmagyarázza Kertész Imre, hogy a holokauszt abból állt, hogy minket megfosztottak az akaratunktól, az élményeinktől, a méltóságunktól, és ezért a sorstalanság jutott nekünk, akkor egyszerre csak úgy akarnak emlékezni, hogy sorsok háza. Hát már bocsásson meg. Már illetve magam biztos megbocsájt nekem. Tehát ne felejtse el, hogy a Kertész Imre itt Magyarországon légüres térbe került. A légüres tér az volt, hogy elvitatták tőle a magyarságát. Na most a csodálatos dolog a Kertész Imre életműve, ami él, én nem tudok úgy, mint látja, nem tudok úgy beszélni róla, mint aki eltávozott, mert nekünk itt van, hát itt vannak a könyveiben. És az ő hivatása az volt, hogy a magyar nyelvet ápolta. A Kertész Imre, aki elég jól tud németül, csak magyarul írta az összes művét.
Arany János nyelvén akarta az egész életművét beteljesíteni. Hiába ajánlották neki, hogy itt van, tudsz németül, hát miért nem írod? Nem, ő a magyar nyelv költője volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és együtt emlékezhettünk.